A valahamért legalacsonyabbra csökkent több hazai folyó vízszintje is a tartós aszály miatt. A Hernád, az Ipoly és a Sajó medrében is látványosan kevés víz folyik. A Tiszán Szolnoknál több mint 13 méterrel alacsonyabb a vízszint, mint a rekordáradás idején volt. Folyamatosan apad a Duna is, a fővárosnál ezért ismét látható az inségszikla. A következő napokban sem lesz jelentős csapadék, ugyanakkor ivóvízkorlátozásra sehol sincsen szükség. Így néz ki Budapest a Duna közepéről. A különleges látványért általában hajóra kell szállni, de most erre nincs szükség. Az alacsony vízállás miatt előbukkant a Margit-sziget déli csücske, ahova a híd középső pillérénél egyszerűen ki lehet sétálni. Ez legutóbb 2 éve volt lehetséges. A hely rövid idő alatt népszerű lett, folyamatosan érkeznek ide az emberek. Szoktam látni, hogy ha lent van a víz is, nyilván a gyereknek ez egy izgalmas élmény lejön ide és belenézni a Duna közepébe. Felszínre került az inségszikla is a Szabadsághídnál. Csak akkor látható, ha 95 cm alá csökken a Duna vízszintje. A szombat délutáni adatok szerint jóval ez alatt van, mindössze 75 cm-t mutat a mérce a fővárosnál. Láttuk, hogy kilátszik itt valami, amit korábban nem láttunk, és úgy gondoltam, hogy ez az úgynevezett inségszikla, bár pár évvel ezelőtt azt hiszem lehetett látni szintén sajnos, és útba ejtettük. A tartós aszály miatt folyóink vízszintje nagyon alacsonyra csökkent. Több helyen a valahamért legkisebb szinthez közelítő, vagy már azt is alulmúló értéket mértek. Apad a Duna és mellékfolyói is, de negatív rekord született a Tiszán és Szolnoknál, ahol az eddig feljegyzett legalacsonyabb mínusz 279 cm helyét már mínusz 290 cm vette át. Szegednél sem sokkal jobb a helyzet, több 10 méterre húzódott vissza a parttól a medrébe a Tisza. A helyiek szerint évtizedek óta nem volt ilyen szárazság Magyarországon. Nagyon alacsony, egyetlen egy szerencsénk van, hogy a Becsei dúzasztó visszatartja. Mert ha az is nyitva volna, akkor itt nem volna egy szál víz. Kilátszanak a kövek, épp hogy csak csörgedezik az Ipoly. Nógrád szakánál napok óta a valahamért legalacsonyabb szinten, mindössze 20 cm-en áll. A hétvégére szemétszedési akciót hirdettek, az önkéntesek meglepődtek, amikor meglátták, milyen alacsony a folyó. Sok helyen fönnakadunk, kilátszik a folyónak a medre, és ezt azért észreveszünk, de ez most egy nagyon kritikus év minden szempontból, nagyon kevés eső esett. Kritikus az aszályhelyzet hazánk egész területén, ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki irányító törzse folyamatosan a nap 24 órájában dolgozik. 12 vízügyi igazgatóságból egy kivételével mindenhol elrendelték az aszály elleni védekezést. Ivó vízhiány és korlátozás sehol sincs érvényben. Az előrejelzések szerint azonban a közeljövőben biztosan nem javul a folyók helyzete. A vízütő területeken annyira száraz most már a talaj, a föld, hogy azonnal beszívja az érkező, akár nagy mennyiségű lokális zivatarnak, viharnak a csapadék mennyiségét is. Tehát nem jut el a folyókba, a tavakba is csak nagyon-nagyon kicsit tud segíteni, úgyhogy sajnos egyelőre azt látjuk, hogy jelentős mennyiségű segítő csapadék még nem érkezik. Vagyis valószínűleg még tovább apadnak a folyók és a tavak a következő napokban Magyarországon. A Balaton vízszintje a szakemberek szerint még elfogadható 75 cm-es. A Sajó is a valahamért legkisebb szintje körül van már napok óta Muhinál. Kapcsolunk a helyszínre, ott van tudósítónk M. Bíró Liza. Szervusz Liza, milyen látvány fogadja most az arrajárókat? Rendkívül szomorú a látvány. Gyakorlatilag úgy fogalmazhatok, hogy Sajó-Szentpétertől egészen a Hernád torkolatig a valaha mért legalacsonyabb vízszintek alatt van a vízállás. Itt, ahol most vagyunk, Muhi térségében, itt olyan 12-13 cm-rel alacsonyabb, mint a valaha mért legalacsonyabb vízállás. Nem sokkal ezelőtt beszéltem az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület munkatársával, azt mondta, hogy ez a vízszint úgy átlagosan a folyót tekintve bő 1 méterrel alacsonyabb a szokottnál. Ez egyelőre
még nem kritikus a halállomány számára, nem kellett még a sajóból menekíteni halakat, de ez bármelyik pillanatban változhat, hiszen a következő napokban sem várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A közlekedők jó, ha tudják, hogy az aszály ellenére egyelőre a Muhi és a Köröm közötti komp még közlekedik, azt nem tudjuk nyilván, hogy meddig, hiszen folyamatosan csökken a vízszint. És ugye a Hernádon, egy Hernádot is említettük, és azért ott fontos elmondani, hogy a Hernád számos öntöző csatornát táplál, és ott a mezőgazdaságból élők számára jelent óriási gondot az aszály, hiszen ott ugye az öntözést nehezíti, és arról nem is beszélve egyébként, hogy a kesznyéteni hát vízerőmű, amely egyébként 5-6 település áramellátását képes biztosítani, most vannak olyan napok, amikor egyáltalán nem tud működni, azért, mert nincsen megfelelő vízhozam a Hernádon. Ott ugye nem ilyen látványos az apadás, mint itt a Sajón, de azért az is komoly problémát okoz. Liza, amúgy hogyan néz ki a környék, hogyha éppen árad a Sajó? Azt meg tudnád mutatni, hogy akkor hol lenne a vízszint? Hát ugye az a különös, hogy ahol én állok, ez most a meder. Tehát tulajdonképpen én most a Sajó medrében állok, és egy átlagos vízhozamnál én is, és itt a mellettem lévő zöldben burjánzó kis sziget is víz alatt lenne bőségesen. És hogyha így a másik oldalra tekintek, akkor gyakorlatilag a part tőlem hát legalább 5 méteres távolságban van, tehát itt most ellepne engem gyakorlatilag maga a Sajó. És azért 2010-ben a valaha volt legnagyobb árvíz vonult végig a Sajón, Felső Zsolcánál, ugye talán sokan emlékeznek rá, majdnem 5 méterrel haladta meg a valaha mért legmagasabb vízszintet, ugye, amit most tulajdonképpen mérünk. Tehát így el lehet képzelni, hogy gyakorlatilag a partot is most ellepné az a vízállás, és hát nyilván annak beláthatatlan következményei vannak, szóval látszik, hogy milyen óriási ereje van a víznek, és hogy hát a természetnek, ugye most látjuk, hogy az aszály mit produkál. Embíró Lizának köszönjük szépen!